A dohánytermesztés 2016-os mélypontja után most újra reneszánszát élheti az ágazat, hangzott el az ULT Magyarország ZRT dohánytermelői fórumán. A cég átszervezte a tevékenységét, a dohányt Olaszországban dolgozzák fel, és beintegrálták egy európai brandbe. Ez azt jelenti, hogy a hazai piaci és adóváltozások, a fogyasztás csökkenés a magyarországi termesztést már nem fogják befolyásolni. Az új körülményekhez igazították a termeltetési stratégiájukat is. A következő 3 éves termesztési ciklusra összesen 4000 tonna Virginiára és 1000 tonna Burley dohányra kötnek majd szerződést. Az eredményes együttműködés érdekében a feltételeket is kedvezőbbé tették. A 2018-2020 3 éves időszakra meghirdettünk egy 3%-os alapáremelést, 10%-os feláremelést, és teljes mértékben átdolgoztuk a felvásárlási minőségi sztenderünket, ami egy csomagban a Virginia termelőknél 10-15%-os árbevétel növekményt, a Burley termelőknél közel 10%-os árbevétel növekményt fog eredményezni. A fórum résztvevőivel megismertették a fenntartható dohánytermesztés programját is. Ennek az a lényege, hogy hosszú éveken keresztül ugyanazt a mennyiséget és minőséget tudják biztosítani a vevőknek, így kialakíthassanak egy minőségi magyar dohánymárkát. A szakemberek szerint enélkül a nemzetközi piacon dohányt eladni már nem lehet.